A mai találkozónak három pontból álló jelentősége van. Először is az Európai Unió kiemelt figyelmet fordít a közép-ázsiai térségre. Ennek megfelelően az Európai Unió most készíti az új közép-ázsia stratégiáját, és Magyarország ebben az Európai Unió közép-ázsia együttműködésben a motor szerepét kívánja betölteni. A második pont, amiben a mai találkozó jelentősége áll, az az, hogy ma egy Európai Uniós tagország és egy az Eurázsiai Gazdasági Unióhoz tartozó ország külügyminisztere találkozott egymással. Márpedig az megint csak egy magyar és európai érdek, hogy az Európai Unió és az Eurázsiai Gazdasági Unió között a pragmatikus együttműködés lehetőségét azt fenntartsuk. Éppen ezért támogatjuk azt, hogy az Európai Unió egy megerősített partnerségi megállapodást kössön Kirgizisztánnal. És a harmadik pont, ami miatt jelentősége van a mai találkozónak, az az, hogy Kirgizisztán tölti be a független államok közösségének soros elnöki pozícióját idén. És ez lehetőséget ad arra, hogy a globális kihívások kezelését megvitassuk.